Rendőri kísérettel érkeztek a Kossuth utcai óvodások a sportpályára, ahol azonnal birtokba vették a terepet. A nebulók itt már felszabadultan tekerték kerékpárjaikat, görkoriztak, de volt, aki a futballt vagy épp a futást választotta kikapcsolódásul. A nebulóknak lehetőségük nyílt beülni a rendőrautóba. Persze a motoros rendőr sem szegte kedvüket a fiataloknak, a két kerekűre is rápattanhattak, természetesen tumultus itt is volt. Mindez nem csak a gyerekek kedvéért volt. Ennek az is a jelentőség, hogy pozitív irányba közelítsék meg a rendőrséget, tehát ne a rossz oldalát lássák benne az, hogy a rendőr bírságú, bilincsel, tehát a jó oldalát lássák ebbe a pozitív oldalát, hogy a rendőrség az állampolgárokért van. Most tekerjük vissza egy pillanatra az időt. Az ovisokat ugyanis arról faggattuk, hogyan jutottak le a sportpályára. Mivel jöttetek ide a sportpályára? Én görkorival. Kerékpárral. Én. Miért pont a kerékpárt és a görkorit választottátok? Én görkorizni. Én egy nagyon picit bírok csak. Én is csak egy nagyon picit tudok görkorizni. Szőnyegen és a kövön tudok csak bicikli, meg a folyosón. Én nekem anya azt mondta, hogy abban menjek. Minél kisebb korban meg kell tanulnék azt, hogy a kerékpárral hogyan közlekedjenek, hiszen majd ezzel folyamatosan halad, aki majd motorkerékpározik, illetve gépjármű vezetése fog, hogy a közlekedés rendszerű szabályokat megtanulják, és majd később során betartsák ezeket a szabályokat. Elindultunk az óvodától, ugyanúgy egyes, úgymond libasorba jöttek, hogy már most megtanulják, hogy egymás mellett ne kerékpározzanak, hanem sorba. Majd rátértek a kerékpárútra, és ott folytatták az útjukat ide a sportpályáig. Mit tapasztaltatok? Mennyire tartották be a közlekedés szabályait? Egyáltalán mennyire vannak ebben tisztában, hogy hogyan kell pontosan közlekedni balesetmentesen? Hát még azért kellett őket figyelmeztetni, és az óvónok segítségét kérni, hogy mert hát volt olyan, hogy elfoglalták a teljes egész úttestet, ugye az egész csoportra nem tudtunk odafigyelni. Az óvónok segítségével ezt úgy tudtuk megoldani, hogy ők visszakerékpároztak és figyelmeztették őket, hogy egyes oszlopba közlekedjenek. Tudjátok, hogy miről szól ez a mai nap? Miért vagytok itt lenne a sportpályán? Gyereknap. Gyerekhét, és ma van a közlekedési nap. Hát... És azt tudjátok, hogy ma van a kihívás napja is? Igen. Hát, most fociztunk egy kicsit az Ákossal is, de nem sokáig tartott. Mert utána meg versenyfutást csináltunk ketten. És én lementem egykor, az Erik meg volt jött valahol meg. És tudjátok, hogy miért fontos ez a közlekedési nap? Miért nem jó, hogy van? Közlekedni. És milyen szabályokra kell figyelni? Mit tudtok? Például a stop, vigyázz, meg kell állni, piros, zöld, sárga. És ismeritek ti ezeket? Igen. Én is. Én haza szoktam tekerni biciklim, és mindig meg kell állnom a stopnál. Gyakran közlekedtek kerékpárral, görkorival, gördeszkával? Szoktam, de eddig defektes volt a biciklim. Hát, én inkább a kerékpárhoz illeszkedek, mert én nekem nincs görkorim, csak gördeszkám, de az is mindig elmegy jobbra-balra, úgyhogy én a kerékpárt illeszkedem, és azt szeretem. Én de meg melyiket? A görkorit. Görkorit a legjobban. Persze ez a nap nem csak a közlekedésről, hanem, mint ahogy a gyerekek is mondták, a szórakozásról és a sportról is szólt. Vasárnap volt ugyanis a gyereknap, érdemes megjegyezni a dátumot.